Az Országgyűlés feszített tempóban alkotott törvényeket az utóbbi időben, hogy a jogszabályok milyen hatást gyakorolnak életünkre, erről kérdezte Tibai Irma Márton Attillát térségünk országgyűlési képviselőjét, a beszélgetés második részét láthatják most nézőink. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Mai témánk az önkormányzatiságban és a közigazgatásban bekövetkező változások, és vendégünk ismét Márton Attila, országgyűlési képviselő Köszöntöm stúdiumot. Jó estét kívánok. Képviselő úr, a törvénykezés felgyorsult az önkormányzat és a közigazgatást, sőt a választási rendszert illetően is. Én javaslom, hogy haladjunk sorjában. Először az önkormányzatokról beszéljünk. Az mindenféle menden mond a kering, az emberek nem kellően tájékozottak e tekintetben. Talán az oktatás, ami egy igen jelentős terület ezen belül. Mi történik a, az új törvények alapján a közoktatásban. Alapvető változás. <laughs> ha egy rövid mondatban így lehet összefoglalni. Reményeink szerint pozitív változás. <kül> Talán kezdjük az elején, mert ugye a, a legegyszerűbb, hogy hogy akkor mindenki megértse. Miért volt szükség, ugye a is elhangzott, hogy miért volt szükség ezeknek a törvényeknek a megváltoztatására. Ö, alapvetően azért, mert ma Magyarországon bár volt egy hát valamelyest ö, egységes alapokat biztosító ö, tantervi rendszer. De mégis ö, azt lehet mondani, hogy Magyarországon ahány település annyiféle minőségű oktatás volt, és ami a leg, legnagyobb probléma, hogy a kis települések, a kis falvak azért is, nem csak ezért, de azért is kezdtek kiürülni, mert az elmúlt években folyamatosan csökkent az, az oktatásra fordítható normatíva, ezért iskolákat zártak be, először csoportokat vontak össze, ezzel csökkent az oktatás színvonala, csoportokat, évfolyamokat vontak össze, majd mondjuk megszüntettek felső tagozatot, át kellett hordani gyerekeket másik iskolába, és sok esetben a szülők ezt nem vállalták. Nem vállalták azt, hogy a gyermekük alacsonyabb minőségű oktatást kapjon, mint mondjuk a tőlük 8-10 vagy 15 km lévő település, ugyanolyan iskolájába járó, vagy mondjuk á, ugyanúgy általános iskolájába járó gyermek. Vagy egész egyszerűen azt mondták, hogy jó, de ha a felső tagozat nincs, csak alsó, akkor inkább eladják a házat, ha el tudják, elköltöznek, és beköltöznek egy olyan településre, ahol a gyermeküket föl tudják nevelni. Igen ám, de ez sok szempontból hátrányos volt, kis települések kívülnek, a helyben lakás feltételei alapvetően változnak, és úgy éreztük, hogy ezen változtatni kell, mert Magyarország nem állhat 10 vagy 15 nagyvárosból, hanem ugyanúgy magyar vidéknek is lennie kell. És az első és legfontosabb dolog, hogy a legkisebb településen is a gyermekeknek az általános iskolai oktatást helyben lehessen biztosítani. Azt pedig látszott, hogy abban a struktúrában, és a, az előző beszélgetésünkben ugye már utaltam rá, hogy alapvetően át kell rendszereket alakítani, mert hosszabb távon ez finanszírozhatatlan és fenntarthatatlan, és ráadásul minőségben is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát mindenképpen e, meg kell tartani a kis településeken az iskolákat, ehhez viszont valamilyen általános, egységes, gazdálkodását, szervezését, irányítását tekintés, egységes irányítást kell biztosítani, és ezt fogja tudni biztosítani az állami fenntartás. Mit jelent ez konkrétan, hogy, hogy akkor ezt is tudjuk? Tehát nem azt jelenti, hogy valahol a nagy ködös felhőbe burkolózva lesz majd a nagybetűs állam, aki majd az iskolákkal foglalkozik, hanem, és majd talán rátérünk a közigazgatás átszervezésére, a járási hivatalokban fogják majd koordinálni, ellenőrizni szakmailag pénzügyi fedezetet, stb. biztosítani hozzá, hogy a járásba lévő iskolák az állami fenntartása, működtetése az meglegyen. Tehát nem valahol majd a ködös Budapesten fogják ezeket az iskolákat és az iskolák sorsát intézni, meg a pedagógusok foglalkoztatását, meg az igazgató és egyebek, hanem a lehető legközelebb a járási hivatalokban Fogják majd ezt megtenni. Tehát ott lesz majd olyan felelős szervezet, amely koordinálni fogja az államilag fenntartott iskoláknak tulajdonképpen a működését, illetve a szakmai munka ellenőrzését, koordinálását. Mit jelent ez konkrétan? Mert akkor ugye ez a következő lépés, hogy és akkor ez mit jelent konkrétan? Mi az, ami, ami tulajdonképpen állami irányítás és állami <coughs> felügyelet alá fog tartozni? A, az általános iskolai nevelés oktatás, a középiskola, a ellátás, a felnőtt oktatás és a, a középiskolák, illetve a szakképzés, a szakképzés, a a szakképzés. <coughs> így van. <coughs> Ez lesz az, ami, ami tulajdonképpen állami irányítás alá fog kerülni. Nagyon fontos dolog, és ezt ezt mindenképpen kikívánom hangsúlyozni, hogy például az általános iskolák esetében, de más intézmény esetében is. Azok az önkormányzatok, amelyek úgy gondolják, hogy ők el tudják látni a feladatot, az oktatási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy úgymond visszaszerződjenek ezeknek az iskoláknak a működtetésére. Itt különböző pénzügyi kondíciók is lesznek, amelyek majd, amikor a szerződés sor kerül, az év második felében lehet majd ezekről konkrétan beszélni. De az elvi lehetősége ennek adott. És még egy nagyon fontos dolog, és itt külön szeretném a pedagógusok és a diákok figyelmét is, meg a szülők figyelmét is fölhívni, hogy az a lehetőség, ami eddig is megvolt, az ezután is meg lesz, hogy az önkormányzatok, bármilyen olyan feladatot finanszírozzanak és fenntartsanak, ami ma sem része egyébként a, így mondom, a kötelezően ellátandó feladatnak, ma sem része, hanem mondjuk kiegészítő tevékenység, vagy kiegészítő, kiegészítő feladat, amihez egyébként ma is a helyi önkormányzatok saját maguk adnak forrást, támogatást, pedagógusoknak külön juttatást. Tehát ha bárki azt hallja, hogy Megszűnik ez, vagy megszűnik az, mert az iskolák átkerültek állami fenntartás alá, az, akitől ezt hallja, az vagy ne, nincs tisztában a törvényel, vagy szándékosan akarja akár a szülőket, akár a pedagógusokat félrevezetni. Mert az önkormányzatoknak ezután is ugyanúgy meg lesz törvényben foglalt és rögzített lehetősége, hogy bármilyen az oktatáshoz kapcsolódó feladatot elláthasson, ellát, elláthasson, bocsánat, és finanszírozhasson. Tehát ez ma is megvan. Tehát még egyszer mondom, ha bármilyen olyan, ami ma megvan, iskolában kiegészítő képzés, plusz feladat, foglalkozás, szakkör, egyebek, vagy a pedagógusok különböző támogatásokat kapnak. Ha ezután nem kapják, azt nem azért nem fogják kapni, mert a törvény nem teszi lehetővé, és menjenek majd az államhoz, mert ez nem igaz. Tehát, aki ezt mondja, az nem mond igazat. Ez csak azért szeretném nyomatékosítani, mert már hallottam olyan hangokat, hogy jó, hát akkor majd az önkormányzat, majd ezt az állam megoldja. Nem, eddig sem állami feladat volt, nem állami kötelező feladat volt, az önkormányzat saját maga döntött úgy, hogy bizonyos dolgokat finanszírozott. Ezt ezután is ugyanúgy megteheti. Törvényben, ha szükséges esetleg felolvasom, itt van szó szerint benne, hogy egyébként az önkormányzatok lehetőséget kapnak, ugyanúgy, mint ahogy eddig is megvolt, és az önkormányzat dönti el, hogy akar-e, valamit pluszt hozzátenni a helyi oktatáshoz, vagy nem akar hozzátenni? Igen, na most ez a gyakorlatban holyan, hogyan valósulhat meg? Tehát alapjaiban eddig is kapták az önkormányzatok, tehát az állami finanszírozások az intézmények jelenleg is, normatív támogatás érkezett az önkormányzatokhoz. Hagyuszoboszló önkormányzat önkormányzata speciálisan abban azok közé tartozik, akik mindig is hozzá tudtak tenni az intézményeik, jó minőségű és színvonalasabb működéséhez másokhoz képest. Na most akkor nyilvánvaló gondolom én, hogy akkor a normatívát megvonják az önkormányzatoktól, illetve a, az ingó ingatlan vagyont is megvonják tőlük és a járásokhoz kerül, vagy hogyan zajlik ez le? Ö, tegyük helyre a dolgokat. Ugye ezzel kezdtem az elején is. Hogy nagyon sok település, mivel csökkent az elmúlt nyolc évben jelentősen a normatíva, nem tudta kiegészíteni már. És ezért szüntek meg, zártak be kisiskolákat, kis településeken. A helyzet az, hogy az oktatás, tehát most az alapfokú oktatásról és a gimnázium oktatásról beszélünk, középfokú oktatásról beszélünk, az önkormányzatoknak nem csak annyi volt, hogy megkapták a normatívát, hanem az önkormányzatoknak még plusz van külön pénzt hozzá kellett tenni. Aki tudott? Uh, Hozzá kellett tenni, mert egyébként meg nem tudta föntartani az, az iskoláját. Uh, ahol nem tudták, ott meg bezárták az iskolát, vagy összevontak évfolyamokat, vagy megszüntették például a felső tagozatot. Uh, tehát uh, az önkormányzatoknak az oktatás nem csak annyiba került, mint a normatíva, hanem még plusz pénzt is igényelt. Most az teljesen természetes, ezt gondolom mindenki belátja, hogyha egy önkormányzatnak nem kell bizonyos feladatokat ellátni, akkor értelemszerűen az eddig megkapott állami támogatást sem fogja megkapni hozzá, hiszen ez nem az ő dolga. És ahhoz, hogy az állam fön tudja tartani ezeket az iskolákat, itt alapvető jövedelem átcsoportosításra is szükség van. Tehát, és ez az év második felétől fog majd életbe lépni, az önkormányzatok államtól kapott jövedelem mondjuk úgy, hogy struktúrája, tehát a, az államtól megkapott pénzek, támogatások is alapvetően módosulni fognak. Lesznek olyan pénzek, amelyeket ma az önkormányzatok nem kap, vagy ö, ma megkapnak, később pedig nem fognak értelemszerűen megkapni. Tehát itt megint csak azt mondom, hogy ha majd valaki azt mondja, hogy de kérem szépen tőlünk ennyi annyi pénzt elvettek, igen, mert nincs hozzá feladat. Mert nem lesz ott a feladat. Na most a vagyonnal kapcsolatos dolog. A vagyon az marad az önkormányzatoknál. Tehát nem államosítja. Tehát nem, nem, nem. Ami az oktatási törvényben egyértelműen benne van, a pedagógusok fizetése, a szakmai munka irányítása, a tanterv. A tanterv sem teljes egészében, mert úgy van a törvényben, hogy legalább 10%-át helyben lehet majd a tantervi anyagnak is kiegészíteni, hozzátenni. Ezt a pedagógusok tudják pontosan, hogy ez szakmai pedagógiai, lak... hogy fog... pedagógiai program. Köszönöm szépen, igen. Tehát legalább 10%-át itt lehet majd hozzátenni. Tehát a vagyon megmarad az önkormányzatoknál. A pedagógusok bére, a kinevezés, a szakmai munka ellenőrzése, ez lesz tulajdonképpen az állami, állam feladata, ezt fogja az állam finanszírozni. És ami ezen túl van és ezen fölül van, azt még egyszer hangsúlyozom, az önkormányzat ugyanúgy, mint eddig, meg tudja finanszírozni és tudja a helyben lakóknak biztosítani. Na itt lehet majd azt mondani, hogy kérem szépen, egyik település önkormányzata, ugyanúgy, mint eddig, bevállal most is plusz feladatokat, és hajlandó az oktatás minőségére, kiegészítő programokra, szakkörökre, művészeti képzésre, nyelvi képzésre még pluszt fordítani, de még egyszer mondom, ezt ugyanúgy, mint ahogy eddig most is megtette, ezután is megteheti, és csak és kizárólag az önkormányzaton múlik, hogy mire ad pénzt, és mire nem ad pénzt. Már a következő tanévtől várhatók a változások, vagy pedig 2013-tól? 2012. szeptember 1 fog életbe lépni az új oktatási törvény, és ez az új rendszer, és értelemszerűen a finanszírozás is így fog majd akkor átalakulni. Elegendő idő van -e hátra addig? É, igen, hiszen a közigazgatás átszervezése kapcsán a járások azok pedig július 1-ével fognak majd fölállni, és ahogy mondtam, a járási hivatalokhoz fog tulajdonképpen tartozni az oktatási intézmények szakmai irányítása felügyelete, tehát azt mondom, hogy le, igen, van rá lehetőség. Vagy van, van rá idő és lehetőség azokat a szervezeteket is kialakítani a szeptember 1 kezdésre. De egyébként, ha szabad így fogalmaznom, igazából nem változik semmi. A pedagógusok maradnak, az igazgatók maradnak, tantervek maradnak, gyerekek maradnak, iskolák maradnak. A szervezet és az irányítás lesz az, ami most majd nem az önkormányzathoz fog tartozni, hanem a járási hivatalhoz. Tehát túlságosan nagy változást ez ilyen értelemben nem fog hozni. És tehát a nevük sem fog változni? Már minek a neve? Az intézményeké. Miért kellene, hogy változás? mondjuk állami általános iskola, mint valamikor volt a törvény vonatkozó kitétel nem tehát tartalmaz. Nem Jó, szépen. nem csak kórházi szinten fontos, hanem helyi szinteken is az egészségügy. hajdoszobosztón egy nagyon szépen felújított, korszerűsített járóbetegellátó centrum el mostantól rendelkezése. Úgy tudom, hogy ennek az államosítására is sor kerül. Ez hogyan valósul meg? Előjáróban is az a kérésem, hogy ezt így, hogy államosítás, ezt ne használjuk már, mert az államosítás az e, még mindenkinek a, a, Pedig az emlékezetében úgy van, hogy padlássöprés, e, szó, nincs, szó, szó, igen. Szó, nincs, e, szó, nincs, ilyesmiről. E, állami fenntartás és az ott folyó munka állami szervezése, irányítása és koordinálása lesz. Egészségügy, akkor néhány szót váltsunk az egészségügyről. Ugye talán úgy lett volna szerencsésebb, ha az önkormányzati törvényel kezdjük, mert az önkormányzati törvényben ugye pontosan ott van benne, hogy mely feladatok maradnak az önkormányzatoknál, és 20 pontban van pontosan felsorolva, hogy a helyi önkormányzatokhoz milyen feladatok tartoznak, és például a házi orvosi, illetve házi gyermek orvosi ellátás marad az önkormányzatoknál, és a többi feladat, tehát például a járóbeteg ellátás, az, az szintén a állami, állami így van, az szintén állami ö, irányítás alá fog kerülni. Mi ennek a lényege? Ö, ugye a nagyrendszerek átalakításához az egészségügy is hozzátartozik. Alapvetően kell átalakítani a betegáramlásnak a rendszerét és az ellátási módokat is. Kell, hogy legyen egy házi orvosi ellátási szint, ez már régóta megvan. Kell, hogy legyen egy ö, legalább járási szintű, de, de sok helyen mondjam azt, hogy kistérségi járóbeteg szakellátási rendszer. És az egésznek a csúcsán lesz a, a kórházi ellátás, de nem abban a formában, mint ahogy ma van. Hiszen a mostani kórházi ellátási rendszerből nagyon sok feladatot reményeink szerint <kül> már a járóbeteg ellátási szinten el kell majd tudni látni, tehát a járóbeteg-szakellátó intézményeket föl kell fejleszteni technikailag, szakorvosi ellátásban is, hogy például az egyszerűbb ambuláns ellátásokat, egynapos sebészeteket és a könnyen ellátható eseteket helyben a járóbeteg-ellátásban el lehessen látni, és valóban csak azok kerüljenek majd a kórházba beutalásra, akinek. Tényleg olyan problémája van, hogy hosszadalmas diagnosztikai vizsgálatra van szüksége, komoly műtétre és utána komoly ápolásra van szüksége. Tehát alapvetően át kell a struktúrát alakítani. Most ennek ez a középső része a járóbeteg ellátás. Hajdúszoboszló ebből a szempontból valóban jó helyzetben van, hiszen itt már van egy járóbetegellátó intézet. Én úgy gondolom, hogy ezzel a struktúrával ez még csak erősödni fog, hiszen új feladatokat is el kell tudni majd a betegellátásban nekik végezni az itt dolgozó szakorvosoknak, és folyamatos szakorvosi ellátást kell tudni biztosítani. Egyébként az országban nagyon sok helyen még nincsenek járóbeteg ellátó centrumok, ezeknek a kialakítása most van folyamatban. Én is szoktam fogalmazni, hogy én egy dolgot tudnék igazából kiemelni mondjuk az előző kormányzati időszakból, amire azt mondom, hogy jó volt, hogy elkezdték a járóbeteg szakellátó centrumok kialakítását, de ezt is a amolyan szocialista és SZDSZ-es módon, hogy ezeket privát alapon kezdték el működtetni, Működtünk. és, és privát orvosi szerződések és privát orvosi KFT-k és BT-k e, e, üzemeltetik ezeket. Itt most alapvető változás lesz, ugye állami e, fenntartás és, és betegellátás szervezés lesz, de ezt mindenhol ki kell alakítani. De ahogy, még egyszer, ahogy mondom, e, színvonalban, műszerezettségben, ellátottságban egy a mai nál magasabb szintre kell fölfejleszteni, és föl is lesznek ezek a járóbeteg ellátók fejlesztve, pontosan azért, hogy minél kevesebb beteget kelljen kórházba mondjuk egy vizsgálatra beutalni, hiszen azt helyben a járóbetegellátók fogják tudni megcsinálni. Tehát így fog fölépülni ez a háromszintű ellátórendszer, és itt is a középen, a járóbeteg ellátásban is állami szervezés lesz. Ebből a betegek semmit nem fognak igazából érzékelni. É, akkor tehát ez esetben is a, a közé, köztes pont, a kapcsolódási pont, a, a, a járás lesz? A járási <kül> Vagy ö... Hová kapcsolódnak ezek az intézmények? Már most ö, szakmai irányítási így szempontból? Van. Erre most még nem tudok konkrét választ adni, hiszen a, a, a kórházak esetében is, ugye a minisztériumon belül létrejött egy szervezet, amely ezt koordinálja, hogy most a járási hivatal vagy a megyei kormányhivatalban lesz, erre még van idő, tehát ez, ez még folyamatban van és kialakítás alatt van ez a struktúra. És akkor újra felteszem a kérdést a, a vagyon. Marad-e az önkormányzat tulajdonában, vagy változik Marad az önkormányzatok tulajdonába, igazából a kórházak azok, amelyek, amelyek átkerültek, a megyei fenntartású kórházak, ugye, amelyek vagyonlag is átkerültek az államhoz. Ezen kívül az önkormányzatnak mi közel lesz? Hasonló lesz a helyzet, mint az iskoláknak? Az önkormányzat mondhatja azt, hogy mondjuk X képre, vagy valamilyen feladat finanszírozása adok pénzt. Természetesen illetve az épület üzemeltetése, fenntartása az, amit, amit az önkormányzat csinál, az önkormányzat pénzéből lett finanszírozva, az önkormányzat tette bele az önerőt, tehát a, az épület maga az ott marad, és az önkormányzat fogja fenntartani, és benne folyik majd a, a szakmai munka tulajdonképpen, amely viszont állami szervezésű, fenntartású lesz. Pontosan az önkormányzati törvény alapján az önkormányzatok számos közüzemi, illetve közszolgáltatási feladatot ellátnak, amelyekben szintén változások következnek be. Ilyen például az ivóvízszolgáltatás, vagy a, a hulladék gazdálkodás. Érinti akár a szervezeti felépítést, vagy beszéltünk a, a hatóságjáros megállapításról, milyen, milyen változásokról tud nekünk uh, most a tájékoztatást nyújtani. Jó, akkor ahhoz, hogy, hogy fogalmazok, hogy kerek legyen a kép, menjünk egy picit visszább időben, mert a kedves nézők számára is talán így lesz érthető. Ugye, ahhoz, hogy a magát a, a ezeket a nagy struktúrákat, ellátórendszereket, önkormányzati rendszert át lehessen alakítani. Ugye ehhez egy nagyon hosszú és sok esetben komoly vitákkal terhelt, vagy vitákat kiváltó egyeztetés sorozatnak kellett lezajlani. Ez az egyeztetés sorozat, ez 2011, tehát az elmúlt év, február végén, március elején kezdődött el, és ennek az egyik lépése volt az önkormányzati törvény. Alapvetően, ugye most már az előző beszélgetés, vagy a beszélgetés előző részéből is ugye egyértelműen világossá vált, hogy a feladatok is megváltoznak az önkormányzatoknál. De nem csak a feladatok, hanem az á, a, a közigazgatás átalakításával, e, azok a hatósági feladatok és rendszerek is átalakításra kerülnek, amelyeket ma az önkormányzatok látnak el. És értelemszerű, hogy ebből ugye nagyon komoly viták voltak, nem, politi nem, nem feltétlenül politikai pártok közötti viták, hanem mondjuk település szerkezet, település nagyságok közötti, kinek milyen feladata legyen, hol mi maradjon meg, ki mit lásson el. <kül> és ezek az egyeztetések kezdődtek múlt év február vége március elején, és tartottak egészen, június végéig, közepéig végéig. Én máj, június én itt a választókörzetben minden egyes település polgármesterét meghívtam, egy sárándon tartottuk meg ezt a kis megbeszélést, és előtte, a megbeszélés előtt egy héttel kiküldtem mindenkinek két tervezetet. Az egyik a minisztérium tervezete volt, a másik pedig a frakció, önkormányzati, a Fidesz frakció, Fidesz KDNP frakció önkormányzati kabinetének tervezete volt. Kiküldtem a polgármestereknek, jegyzőknek, nézzék át, beszéljük meg, még ezek tervezetek, majd most kerül benyújtásra, hol milyen észrevételük van, mi az, amit hozzá kellene tenni, mi az, amit, amilyen álláspontot én képviseljek. A 12 településből 11 polgármester ott volt, volt, volt aki az alpolgármestert, volt, aki a jegyzőt is hozta magával. Végig beszéltük tulajdonképpen mind a két tervezetet, és én kértem a polgármestereket, hogy legyenek kedvesek, mivel ugye település nagyságonként más-más gondok merültek föl, más-más észrevételek, készítsenek már egy-egy összefoglalót, hogy akkor mi az, amit szeretnének hogy képviseljek, és majd akkor ebből meglátjuk, hogy a részben a frakcióegyeztetésen, a részben pedig a törvény vitájában mi az, ami, ami össze fog jönni. Sok helyről kaptam, néhány helyről meg nem kaptam ilyen jellegű észrevételeket. Én ez, ezeket az álláspontokat képviseltem a további egyeztetéseken, illetve a törvény benyújtása után is. És kialakult egy olyan struktúra, ami... Világos feladat feladatlehatárolást ad a fővárosra, a megyei városokra a megyei önkormányzatokra, a városokra, illetve a kis településekre is. És itt kialakult egy feladatlista, ami, ahogy már említettem, 20 pontban foglalja össze, hogy az önkormányzatoknak mi a feladata, és ebben többek között itt van például a 19-e 20-as távfőszolgáltatás, helyi környezet, természetvédelem, vízgazdálkodás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, átalmatlanítás, stb. Tehát 20 pontban van összefoglalva. Tehát ezek a feladatok alapvetően az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok ellátásába kerülnek. Közben fölmerültek olyan szempontok is, amelyek, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy valamilyen szinten országosan is egy koordinált tevékenységet kell folytatni, például az ellátás esetében, de itt nem elsősorban az a lényeg, hogy, hogy a, a feladat és a cégek legyenek valamilyen összefogott szervezetbe, hanem igazából az a vízbázis védelem, és itt már kanyarodok a kérdésére, ugye az ivóvízállátással, hogy az a vízbázis, ami Magyarországon megvan, ez valamilyen módon, de egyértelműen kontroll alatt tartható legyen. Ugyanis miről van szó, és miért kellett ezt konkrétan nevesíteni a törvényben is? Sajnos Magyarországon nagyon sok olyan településen, sőt van olyan, ahol több kis település közösen hozott létre valamilyen szolgáltató szervezetet, és Ugye megszorultak pénzügyileg bizonyos részét, hányadát külföldi cégeknek, volt, akit, volt, ahol eladták, volt, ahol koncesziós szerződést kötöttek, és azért kaptak pénzt. De ami a lényeg, hogy egyre nyilvánvalóbb törekvések vannak sajnos országosan most már, hogy nem csak a, a, a külföldi cégek nem csak a szolgáltatási jogot akarják megszerezni, hanem magát az ivóvíz bázist és a vízkészletet is. És ezért született meg most az a törvény, amelynek, megmondom őszintén, azért van néhány olyan hibája, amit, amit most el kell, hogy mondjak, hiszen én tartózkodtam például ennek a törvénynek a végszavazásánál, mert maximálisan egyetértek azzal a célal, ami megfogalmazódott, hogy vízbázisvédelem és hazai viszonylatban tartás, viszont bizonyos szervezeti formákat én nem tudtam elfogadni. <kül> De. Ami a lényeg, hogy az önkormányzatoknál megmarad az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés, de az elkövetkezendő években, és nekem megmondom őszintén, itt volt problémám, nagyobb ellátási körzetekbe kell szervezni. Még egyszer mondom, az alapelvel maximálisan egyetértek, hogy ne lehessen kiprivatizálni a magyar vízbázist. Nekem is néhány polgármesternek, akik még a frakcióban voltak, az volt a probléma, hogy miért kell akkor a cégeket is olyan módon összevonni. De hát az a helyzet, hogy ez nagyon sok településnél például ez nem jelent problémát, mert akikkel, akiknek a környezetében jó a szomszédviszony, jó az együttműködés, ott ezt gond nélkül meg fogják csinálni. De megmarad az ivóvízellátás, és még egyszer mondom, ami nagyon fontos, a vízbázisok, a kutak, Konkrétan a vízkinyerő kutak is meg kell, hogy maradjanak, vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban. Tehát nem lehet majd ezeket a kutakat és így a vízbázis privatizálni. Az új rendszer magával hozza azt, hogy hatósági árossá válik az ivóvíz díja is? Most egy átmeneti időszakot élünk. Pontosan azért, mert. Mindenki bepróbálkozott mindennel itt az elmúlt időszakban, ezért most valóban életbe lépett egy szabályozás, amely rögzíti, maximálja az ivóvízszolgáltatás díjemelésének mértékét. Ez részben az átmeneti időszakra biztosít egyfajta stabilitást, illetve hát elébe kellett menni annak, hogy nehogy azok a cégek, akik Magyarországon jelen vannak, még az utolsó időben, ha szabad így fogalmaznom, lerabolják a piacot, és ellehetetlenítsék a, a fogyasztókat, és az egekbe tudják emelni a vízárat, mondván utánunk a vízözön is majd lesz, ahogy lesz. Tehát itt most egy gántat kellett szabni. Ez adott esetben olyan értelemben jelenthet problémákat, hogy aki ennél nagyobb mértékű, ugye 4,2%-osnál nagyobb mértékű áremelést tervezett be, annak most ezt vissza kell korrigálni 4,2%-osra, de ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, törvényben rögzített az áremelkedés mértéke, a maximált áremelkedés mértéke. A közigazgatás rendszerében is, hogy bár említettük már, úgy gondolom, hogy egy hatalmas útkanyarulatot vesz a rendszer. Az önkormányzatokat több mint húsz év során inkább kapták a feladatokat, halmozódtak azok. Most viszont akkor nyilvánvaló, hogy a járások bevezetésével csökkenni, látszik az önkormányzati, a polgármesteri hivatalokhoz rendelt feladatok sora. Mik azok, még, amik azok a feladatok még, amiket, amik kikerülnek a polgármesteri hivataloktól lehet -e tudni, és mi lesz a járások szerepe még, és mikortól? Ö, igen, lehet már tudni, hiszen az önkormányzati törvényben, ugye, amik föl vannak sorolva, ez a bizonyos 20, csak most tényleg nem akarom felsorolni, mert szerintem az, hogy tételesen végünk menjünk rajta, annyira talán ez most nem ö, érdekes. Ha összefoglalóan kell mondani, akkor azt mondom, hogy az állami gazgatási és a hatósági feladatok azok, amelyek el fognak kerülni az önkormányzatoktól. De senki ne gondolja azt, hogy innentől közve kezdve egy önkormányzatnál majd nem lehet bizonyos ügyeket elintézni. Hiszen a járási rendszernek egyébként pont az lesz a lényege és előnye, hogy járásonként egy hivatali aparátus lesz, és minden egyes településen lesz egy olyan kormányablak, ahol valaki, egy, egy önkormányzati dolgozó ott fog ülni, és minden ügyet el fog tudni, már úgy értem, ami, ami hatósági vagy közigazgatási ügy, el fog tudni indítani a kormányablaknál, illetve amikor megvan a végtermék, tehát mondjuk egy személygazolvány kiadás, vagy, vagy bármilyen okmánykiadás, akkor ott a helyszínen, lehet majd átvenni. Tehát nem kell elmenni azért a 15-20-30 km a járás. Így van, így. nem, 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 hiszen ez ott helyben indítható, és a végeredmény is ott vehető majd át az adott településen. Ez egyébként a legkisebb településeken is ott lesz. Ez egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés, kormányzati szinten nagyon komoly fejlesztés kíván, hiszen mindenhol ott kell lenni egy kormányzati végpontnak minden egyes településen. Ez nem biztos, sőt mondjam azt, hogy biztos, hogy nem lesz 2012 június 30-ára minden egyes település, a legkisebb településen is képítve, de, de a legtöbb magyarországi településen ez a lehetőség már meg lesz, amikor a amikor a járások felállnak. És egyébként mindenhol az okmányirodák, tehát település szinten az okmányirodák, azok pedig, ahol most megvannak, meg is fognak maradni, tehát ott is lehet majd értelemszerűen, de hát ugye ők egy egységes informatikai rendszerhez fognak tartozni. Eldölte, hogy Hajdúszóvosztó hova fog tartozni, illetve lesz-e belőle járásközpont? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez biztos? Ez majd biztos akkor lesz, amikor már erről a, a kormányrendelet megjelenik. Ez mikor a várható, ha? Én úgy gondolom, hogy, hogy ez február-márciusban várható. Tehát tavaszra meg tudjuk. Igen. Jó, köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne, a választójogi törvény is módosult, tehát annak alapján, hogy a kormányprogramban bejelentették, hogy, hogy csökkenni fog a parlament létszáma. Ezzel kapcsolatosan a bennünket érintően milyen változás lesz? Hát ugye alapvető változás van valóban a, a választási rendszerben, hiszen, hiszen 2014-től 199 országgyűlési képviselő lesz. Ez alapvetően szabja át a körzeteket is, hiszen ugye megváltoztak az arányok, 103-96, és ennek megfelelően át kellett szabni a körzeteket. Ráadásul már borzasztó nagy aránytalanságok voltak. A, a, hát így mondom, hogy a, a, a 2010-es, még a 2010-es választáson érvényes e, rendszerben, tehát választó lélekszám e, arányban nagyon nagy aránytalanságok voltak, és alkotmánybírósági e, határozat is volt erre vonatkozóan, hogy ezt a rendszert át kell alakítani. E, nagyon komoly vitát kiváltó e, parlamenti csaták zajlottak. De megint csak azt mondom, hogy kicsit amúgy a műbalhéjnak tetszik a dolog, hiszen bármennyire is hihetetlen, az öt parlamenti párt közül négy mindig volt, aki egy-egy markáns pontban, ami a választójogi törvényt illeti, az egyetértett, és mondjuk egy párt volt minden esetben, ez változó persze, aki, aki mondjuk valamiben nem értett egyet. Tehát mondjuk négy párti egyetértés volt a választók körzetek méretében mondjuk a képviselők is az egyéni és a listás képviselők arányában. Vagy a kopogtató cédulák számának arányában. Vagy hogy hány egyéni körzetben kell jelöltet állítani ahhoz, hogy egyébként országos listát lehessen állítani. És ennek ellenére mégis a perpatvar volt körülötte, és ugye itt különösen az lmp sek meg az MSP mondta, hogy ez a demokrácia megcsúfolása, felrugása. Na de kérem szépen, tehát egy 4%-os párt, vagy egy 10%-os párt, ha valóban akkora a támogatottsága, az nem fog tudni választást nyerni. Ez igaz bármelyik pártra, ugyanúgy igaz a Fideszre is értelemszerűen. Hogy ha egyébként nem tud olyan politikát csinálni, amivel az emberek többségét megnyeri, akkor nem fogja tudni megnyerni a választást. Tehát nem administratív úton kell, mint ahogy az LMP szerette volna, hogy de akkor mindenféle olyan kompenzáció, ami majd a kicsiket segíti. Hát olyan politikát kell folytatni, ez mindenkire igaz, hogy az választók többségét meg lehessen nyerni, és akkor meg lehet nyerni az egyéni mandátumok többségét, és akkor a kompenzációs rendszer is azt fogja majd segíteni, aki egyébként a, a több szavazatot kapja. De ez egy teljesen természetes dolog. De még egyszer mondom, tehát ha a főbb részleteket nézzük, jellemzően mindig ez volt, hogy négy támogatta, egy ellenezte. Persze, még egyszer mondom, különböző pontokat más támogatott és más ellenezett. Ami Hajdúszobosztót érinti ebből. E, Hajdúszobosztó megmaradt választókerületi központnak, ahogy eddig is volt. E, Hajdubihar megyében viszont az eddigi kilenc körzetből csak hat körzet lett, ami azt jelenti, hogy területileg a megyét e, alapvetően át kellett szabni. E, és ami nagyon fontos volt, ez a Velencei Bizottságnak egy állásfoglalása, hogy az egész Európai Unióra lényegében kötelezővé tették, hogy lélekszámban 15%-nál nagyobb eltérés nem lehet a választókerületek között. Hát ez egy nagyon komoly matek volt egyébként, hogy ezt országosan kihozni, úgy, hogy megye határokat lehetőleg ne lépjen át, stb. Tehát itt, itt majdnem egy fél évet dolgoztak azok a szakértők, akik a különböző variációkat felállították. És itt megint csak nem igaz az, amit mondjuk az MSP hangoztatott, hogy de ez a rendszer a Fidesznek kedvez. Kérem szépen, ez a rendszer annak fog kedvezni, aki egyébként olyan politikát folytat, hogy megnyeri a választók többségét mert visszafele, és ezt viszont minden, még a, még a, baloldali választási szakértők is elismerték, hogy visszafelé, hogyha a tényleges, az egyes településeken leadott voksokat nézzük, és az elmúlt időszak választásait nézzük, Lényegében ugyanazok az eredmények jöttek volna ki. Az arányok lehet, hogy változtak volna, de ugyanúgy azok a pártok nyertek volna az elmúlt időszakban és a mostani, ma érvényes, már ma érvényes rendszerben is, mint az elmúlt időszakban. Tehát nem igaz, hogy ez valamelyik pártnak. Ez annak a pártnak kedvez, amelyik a legtöbb szavazatot fogja kapni. Az valóban plusz szavazatot is kap, pontosan azért, hogy mivel kicsi a, kicsi a létszám, tehát nagyobb valószínűséggel billenjen át, és kormányt lehessen akár egyedül is alakítani. Hogy ez most a szocialisták, vagy az LMP, vagy éppen a Fidesz-KDMP, ez majd kiderül akkor, amikor a voksokat összeszámolják. Tehát visszatérve, ugye. Kevesebb választókörzet lesz hajdú a 9-ből mindösszesen 6. Hajdúszoboszló megmarad választókerületi központnak, de területileg a választókörzet viszont teljesen más irányba megy. Idáig Hajdúszoboszlótól a keleti, tehát a román határig ment, most pedig Hajdúszoboszlótól dél, tehát ugye Püspökladánytól egészen a Tiszáig, és a Hortobágyi út a 33-as út mentén vissza. Tehát teljesen más területi felosztásban. Azt mondja, hogy az eddigi 12 település helyett most, ha jól emlékszem, 14 vagy 15 település lesz, és az eddigi településekből 1-2-3-4 marad összesen. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy hogy igazán bárki indul, bármely párt színeiben ebben a választókörzetben, lényegében azt lehet mondani, hogy mindenki tiszta lappal indul, mert, mert mindenkinek újra kell kezdeni bevezetni saját magát, hiszen nem voltak még igazából olyan települések ebben a körzetben, amelyek, amelyek az elmúlt választásokon ide tartoztak volna. Tehát mondhatni azt, lényegében majdnem mindenki úgymond ismeretlen arc lesz egy, egy településen, tehát egyenlő pálya, egyenlő esélyek mindenki meg tudja magát mérettetni. Addig azonban még hátra van néhány év, illetve két év. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy időt szak, szakított a lakosság tájékoztatására, hogy befáradt hozzánk további jó munkát, jó erőt, egészséget kívánok hozzá. Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.